Hello, szevasztok, folytatjuk a Wolfenstein 2-t, megérkeztünk a Vénuszra. Így a szomszéd bolygóra. És bizony... Vász? Vász? De majd ki fogunk menni. Tehát nem csak beltereken fog játszani, hanem ki is fogunk menni a Vénuszra, mármint a... ki a légkörbe. Mi elég forró lesz. Na de! Jöjjön a legfelejthetetlenebb pillanat, ez egyik legfelejthetetlenebb pillanat az FPS-ek történetében. Ah, csináltam is az előbb egy mentést. Zo! How am I supposed to remember this shit? I'm gonna write this down. Magyar! De már túl késő bomba az ebédlőben felrobbant és kíméletlenül megölt minden gyereket odabent. Külső az udvar nappal, a kamera ráfordul Blondira, aki az árvaház előtt az udvaron áll. A kutya leszegett feje a halkan nyűszét, rádöbbent, hogy késve érkezett, és ami a sok ártatlan német élet elveszett. Belső árvaház nappal, a kamera lassan végigpásztázza a káosz és halál sújtott a véres osztálytermet. Majd ráközelítünk a gyerekgyilkos William Blazkowicz magányos sötét alakjára, aki a tucatnyi darabokra szakadt apró testek felé tornyosulva áll. A napsugarai beszűrőnek a szürke velencei ablakredőnyön keresztül jelképes börtönrács árnyékot rajzol gonosz ellenségünkre. Éva, a tanárnő felnéz a karjában fekvő meggyilkolt 8 éves kislányról, arcán vastag könycseppek. Éva drámaian sírva, hidegvét erősítve, ennyi vagy csupán. Te meg egy náci szarja vagy. Szörnyetek velem, mit fogsz tenni? Megerőszakollak és megöllek. Annyi ártatlan német életet kioltottál, de a német árja újra fel fog emelkedni. Barbe könnyeltelen hangon, ki fogom írtani a fajodat is. Külső Bergó, a Bajor Alpok reggel. Azt a mindegy. Places, places, quickly! Heil Hitler! Heil Hitler! Helene! Ja, kommen Sie! Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Konnten wir nicht finden? Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, das kriegen Gott noch mal. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Schauspieler, geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung, ja, ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, yes, mein Führer. And my children have read it too. I loved it, Mr. Hitler. Super good. Mr. Hitler, wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. I am so sorry, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, mein Führer. I'm from Arizona. Sie
kommen immer wieder. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William. Oh, Josef. Blazkowicz. Oh. Helene. Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit ihm. A cold-blooded terrorist. That is what you are. The hell did I write? Ó, na itt igen. Itt már a megfelelőt kell kiválasztani. Hogy is volt te, meg egy náci szajha vagy. And you are a Nazi whore. You monster! What are you going to do to me? Megerőszakolok és megöllek, ugye? Azt hiszem ez volt. Megvajazlak és megsütlök azt a cirkusz. Jézusom. I will rape and murder you. So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again. Shit. Azt hiszem a negyedik. Nyomor ember, nem bőlök meg. Barackos muffint sütök. Milyen jó Isten. Nem, a negyedik volt. I will murder your dirty race too. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Josef Blazkowicz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. A cold-blooded terrorist. That is what you are. And you're a Nazi whore. Monster, what are you going to do to me? I will rape you, and I will murder you. So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again. And I will murder your dirty race too. Viel besser! Sie könnten von ihm lernen! Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen. Um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn.
in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirants, as you know, this role is very physical. William Joseph Blazkowicz was not a man of intellect, he was a man of action. The scene takes place right before the scene you did earlier. Blazkowicz is about to plant the bombs that will massacre the German children in the orphanage. But first, he must eliminate the brave soldiers standing guard outside the school in a brutal fight scene. Mr. Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Yeah. Why don't you start? You will each improvise a fight sequence. And once the guard is eliminated, you finish the scene by reading the lines from the cue card, exactly as written. Places. Und action. Stop! Oh, God, I'm bleeding. I need to take a break. Line, please. Yeah, I need a doctor. Line. Okay. Your bravery is no match for a Neanderthal like myself. Besides, I only know how to fight in a dirty manner. And now, to kill all the innocent children, Germany's future. Ha 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 ha. What? Oh, God. God. Schrecklich! Why? Mr. Redfield, please. The floor is yours. No, it was a checkpoint. És most szándékosan itt elmentem, mert itt van egy olyan lehetőség, amit nem lehet kihagyni. Muszáj egyszerűen, muszáj! Na! Would you step into the box? Be is mehetnék rögtön, vagy... Nem lehet kihagyni! Would you kindly... No. Mr. Redfield, would you step into the box? Csak egyszer, na, nem sok játék ad erre lehetőséget. Na, hát most muszáj volt. Na, de most akkor csináljuk Mr. rendesen. Redfield, klap. Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor. You wanted? Is that what you had in mind? You Nazi assholes. Because that's all you're getting. Wunderbar! Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle! Oh, wird mein Platz gewinnen! Oh Gott! Ist mehr als perfekt!
Let me help you unpack, Mr. Redfield. Was zur Hölle ist das? Brace yourself, Adolf. I'm leaving here with your secret Odin codes. Then we steal the Ausmerzer, take out General Engel, and show the American people what revolution looks like. Na, kezdődik a Vénusz küldetés. Hát az előző jelenet, ez leírhatatlan, ez szenzációs. De mondom, ez felejthetetlen. Nincs még egy FPS, ahol amiben csak hasonló jelenet lenne, hogy ilyen közel kerülhetünk Adolfhoz, meg megtaposhatjuk. Zseniális húzás. Ha! Na! Viszont egy kicsit itt mások a zene, a beszélgetésüket akarom hallani. Így. Irgendwann schaut ich um die Ecke und wen sehe ich da? Wen? Den verdammten Terrorbilly. Ist nicht wahr. Natürlich kannte ich ihn damals kaum, aber er war es. Ich schwöre bei Gott. Man musste sich auf die Arbeit konzentrieren und hatte das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Verstehst du? Na klar. Was würdest du dafür geben, noch so eine Chance zu erhalten? Ich würde alles dafür geben, das Arschloch nochmal im Visier zu haben. Und diesmal würde ich treffen. Außer ich krieg ihn zuerst. Stell dir vor, Terror-Billy als ersten Abschuss. Man würde dich vergöttern. Ja. Oh, mindjárt találkozunk, haver, ne aggódj. Opa! Achtung! Die Einrichtung wird angegriffen. Alpha sofort sichern. Enigma Code 30x30. Ho 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 ho! Alpha ist gesichert. Wiederhole. Alpha ist gesichert. Na. Térkép. Nem emlékszem, hogy... Az nem tudom, kinek a szabálya. Mondom, az egyik, másik színészé. Tehát nekik már úgyis mindegy. Ott van! Ott a fegyverfejlesztés! Ennyi! Hm-hm-hm-hm.
nézek rá fel. Tudod mit? Én azt mondom, hogy ezt a Geller hatást, ezt fejlesztjük ki, és akkor fullon lesz a shoti is. Ez az. Ez a shoti azért nem viccel. Ez a shoti nem viccel. Jesus. Most láttam a kutyát! Headshot! Az ugye parancsnoki fejlövés volt. Hoppá. Uncsusz. Dugd ki a fejed. Uhuhuhuhu. Okay. Ez a takarító robot, ez nem bánt, attól nem kell félni. Ez az. Wow. Wow! Unches! Jesus. Brutál erő van a shotiban. Iszonyat erő van benne. Na. Bocs! Enigma kód, köcsögöm széken. Kaja!
Mennyi finomság! Sok-sok finomság! Ó, oh, remek. Nem. Uncsesz. He? Ha? Sztárkártya. Ejha. Oké. Okay. Olvasni való, most nem olvassuk el. Ezzel igazán nem szeretném húzni az időt. Elektromos fegyver tele van. Ötvenes nem szeretném fölvenni, mert... mert itt föl tudom tankolni. Sok-sok finomság, szó szerint finomságok voltak. Oké. Lőszar. Hogy itt is csönd van. De milyen jól kidolgozták ezeket a műszer paneleket is. Nem. Az túlzás lenne 100-ost felvenni 75-re. 80-ra. Jó. Ó, gránát. Ó, lőszar. Elektromos lőszar. Aztán most fogunk kimenni a légzsilipen, ugye? Vagy nem? Ja nem, de nem. Hülye vagyok, mert először ahhoz kell egy védőruha. Tehát ugye a Vénusz az egy kicsit meleg hely. Mondjuk úgy. Olyan forró, mint egy kemence. 4-500 Celsius fok van a felszínén. Úgyhogy az egy kicsit egészségtelen az emberi szervezet számára. Várjál, én honnan... Akkor erre, ugye? Erre kell menni.
Vagy? Nem vagyok benne biztos. Eisenstein und Stahl. Wir stehen geschlossen. Nem, innen jöttem, ugye? Aha, itt vannak a hullák. Igen, igen, igen. Szegény csávó. Jó, ez is meglegyen. HP. Wow! Na most kapjuk meg a védőöltözéket. Ó, művészikép. Aha. És most fogunk menni a Vénusz felszínére. Ez az. Transportkapszel bereit zum Einsteigen. Sehr gut. Zack. Bitte Zugangsdaten eingeben. Achtung, Fehlfunktion, Navigationssysteme beschädigt. Licht, Licht, Licht. Notfallauslauf eingeleitet. Landung in T-minus 3, 2, 1. Tak. Na most, Vénuszi védőruha, ezt... Ezt gyorsan elolvasom, csak hogy értsétek, hogy itt meg fog változni egy kicsit a gameplay. A Vénusz felszínén a magas hőmérséklet miatt védőöltözetet kell viselned. A ruhában hűtőfolyadék kering, ami biztosítja a megfelelő belső hőmérsékletet a viselőjének. A folyamatosan csökkenő hűtőfolyadék szintet a ruhában a hűtőfolyadék töltőknél tudod visszatölteni. Hey, ha a hűtőfolyadék kifogy a védőruhából, azonnal halálra égsz. Ez azért fontos, mert bizony itt folyamatosan figyelnünk kell, hogy megfelelő mennyiségű hűtőfolyadék legyen a ruhában. Olyan, mint a Texas augusztusban. És egy most kicsit ide kezd, így elkezdni kell. Itt van, és csak. Úgyhogy nagyon-nagyon figyelni kell, hogy mindig legyen hűtés. És vegy fel. De hát, nézzétek ezt meg. Tehát ezt mondtam, hogy hány olyan FPS van, ahol a Vénuszon tudunk járkálni. Ezt nézd meg. Zseniális. Egyszerűen zseniális húzás volt a Machine Games-től. És baromi látványos. Ugye a New Orderben, ahogy a Holdon tudtunk járkálni, most a Vénuszon. Na jó, akkor induljunk el. Csak ugye mondhatni, van egyfajta időlimit, de... De hogyha van valahol közelben egy ilyen töltő cucc, ilyen hűtőfolyadék töltőállomás, mint mondjuk, igen, Külmite stáción, így van, akkor semmi gond nincs. Transport Halle A. Thank you.
Und tschüss! Jó, mindjárt. So. Lehűtjük magunkat. Így van. No problemo. Páncél maxon. Itt van bőven utánpótlás, ha majd esetleg kellene. No problemo. Igen, csak itt nem szabad túl sokat tökölni, ahogy én szoktam, úgyhogy egy kicsit én is próbálok jobban igyekezni. Nehogy megsüljön Blasco. Á, itt van egy stáció, nagyon jó. Ott is van egy, ugye? Külműtőstá... Igen, jó. Oda néz, Vénusz járó, beszarsz. Azt nézd meg. Aha, napelemes töltés. Hát ez mennyire király. Na látod, az ilyen... Főleg az ilyen dolgok miatt szeretem a videójátékokat, mert... Olyan... Dolgokat láthatsz, olyan dolgokra juthatsz el, ami valóságban abszolút semmi esélyed. Mennyire zseniálisan néz ki. U8-as, 8U. Ja, ez tükör? Aha, ez tükrözve van. U8-as. Nagyon állat. Nagyon. Itt nem megyünk be. Aha, légzsilip. Jó, meg is vagyunk. Kus! Hol vagyok? Mi történt? Ja? Állt. Láttam a csávókat. Pestákon! Wow! Azt hittem, ő is robbanni fog, de nem. Húha! A Soti mindjárt kifogy. Tele. Kell majd gyűjtsünk Soti lőszart. Az igencsak fogytán van. Ó, művészi rajz. Okay. Sztárkártya. Jó, nagyon jó, nagyszerű. Maxon. Itt a sok Vénusz járó. Ez a takarító robot, vagy gondolom, vagy szerviz robot. Ő nem bánt. Úgyhogy én sem bántom őt. Hello! Enigma kód. Dankeschön.
Jöhet! Elfogadom! Jézus! Soti lőszar! Az ágyú. Nem, nekem ez nem kell. Na. Baromira tetszenek. Már csak az lett volna még a csúcs a játékban, hogyha lehetne ilyenekkel menni a Vénusz felszínén. Nem lehet, a játékban ez azért nem lett implementálva, de remélem, ha majd lesz egy újabb Wolfenstein. New Colossus az utolsó Wolfenstein, szerintem ebben egyetértünk. Ha lesz egyszer egy folytatás, akkor lehetne egy olyan feature-t is berakni ilyen nagy Vénusz járóval, hogy visszatérni a Vénuszra. Szóval nagy jó kis Vénusz járóval ott tolni neki. Ekkora király lenne. Vagy mondjuk visszatérni a Holdra, ugye a New Order ben ugye Holdon lehetünk, vagy Holdon mondjuk Holdjáróval tolni neki rendesen. Oh! Oh! Oké. Okay. Állj, várja. Így. Erre a hatalmas liftaktára nem is emlékszem már. De durva. Tudtam, hogy itt lesz valami fent. Csak nem tudtam. Vénusz Obefleke. Aha, megint kimegyünk a felszínre. No problemo. Bor ausztöztünk, hír ablegen. De jó. Igen, fúrók, itt le kell tenni őket. Verbrennungsgefahr durch Schwefel. Schutz ausrüstungspflicht in diesem Abschnitt. Bizony, védőöltözet nélkül nem szabad kimenni. Oh. Há, már gevér. Végül is. Megmutathatom működés közben. There's that heat again. Amúgy, ahogy mondtam korábban, ez a nehéz fegyver is jó egyébként, de ez kizárólag csak közelre jó. Igaz, hogy veszettül erős közelre, de igen, tehát távolra nem ér semmit. Egy kis sütést. Az. Ennyi? Nincs itt már senki más? Ó, azért körbenézünk, nyilván. Vagy még nem triggereltem az ellenfeleket, ha bár... Oké, itt is van egy külműtőstáció, nagyon jó. Wartungsplattform, Kommandozentrale, Wohnkabinen. Jó, akkor hűzd le magad. Na? Közben próbálok figyelni, hogy van valahol gyűjtető tárgy, azt ne hagyjam ott.
Aha. Most számítottam is erre, csak szerettem volna megmutatni, hogy ez a nehéz ágyú, ez távolra, ahogy most láthatátok, semmit nem ér. Tehát távolra ez a lehető legrosszabb fegyver, amit kiválaszthat az ember. Tschüss! Jézus Máriám! Na! Az igen. Igen, ezzel a lézer kutyával nem számoltam. HP valahonnan. Ja, persze. Hülye vagyok. Enigma kód. Mielőtt bemegyek, még egyszer körbenézek itt kint, hát ha van itt HP, nehogy már 20 HP-val menjünk tovább, hát az eléggé gáz. Ja. Most úgyis kipucoltuk az egész területet az ellenfelektől, úgyhogy most körbe tudunk nézni, anélkül, hogy itt beleköpnének a dolgokba. Sincs. Itt sincs. Tudom, hogy innen jöttünk. Itt sem volt. Itt is sehol HP, hát ez érdekes. Még az előző Duschleuse. Ó, nézd csak! Megvan oldva a probléma.
Erre ke... Vagy nem erre? Erre. Erre, ugye? Aha. Damn, I'm burning up. Na. Így, így. Ezeket most nem olvasom el, ahogy azt mondtam. Ez az. Úgy is feltöltöttem volna HP-t, rengeteg van. Google Kisztlága. És fel is van töltve, helyes. Menjünk tovább. Anyád! Ó, ezek a drónok a legbosszantóbbak. Ezek itt. Összes közül azok a... Na meg nyilván persze a kutyák, igen. Hol láttam én itt? Itt. Basszus. Meglepődtem. Add csak ezt ide. Nyugi! Lehűtjük a kedélyeket, ez az. Okay. Ja, szóval ugye időkorlátos, de egyáltalán nem vészes, mert elég sűrűn vannak lerakva a töltőállomások. Úgyhogy... nagy gondot úgy nem okoz szerintem. Le kell tegyem a... Aj, basszus. Be kell törni azt a rácsot. Azt ott. Így. Na most már magammal tudom vinni. Itt is van még egy külműtőstáción. Legyen. Na. Igen. Ja, nekem most le kéne menni, mert ott már voltam, ugye ott vannak a hullák is. Hanem... Ja. I'm stupid. Na kérem. Jó napot kívánok! Hello? Wow!
Erre a fém kutya izére megint nem számítottam. Semmi gond. Mindent visszakaptunk. Ne. Project Erdumbildung. Ez nem nyitható. Axto gumi. Stolz a hash telefon. Amécu behőr. Arra kell menni. Jó, tehát ha arra kell menni, akkor először én másik irányba megyek természetesen. Vesz? Ezek szerintem... Ezek mindig légzsilipek. Egyik sem nyitható. Na, megpróbálom magammal vinni a dieselcrafterket, de... Hát... Nem hiszem, hogy a játék engedni fogja, ha bár, hogyha sima lift van és nem szinte elhagyás, akkor nem lesz gond. Aha! Jó, akkor vihetem. Nagyszerű, nagyszerű. Ordanéz. You might call this a howl in hellscape. That view is prettier than a pie supper. Biztos, hogy paradicsomot mondod? Én nem vagyok benne biztos. Ott bent van valaki. El tudok erre is? Nem. Nem baj. Hogy lehet hallani, amikor lépegetsz ezzel a dieselcrafterkel, hogy lötyög az üzemanyag benne. Ó? Oh. Halló! Halló! Ez nem a német Big Fucking Gun? Ötvenes 96 páncélra? Hát én nem tudom. Ez mi? Übergevé... Totál elfelejtettem, hogy van ilyen fegyver a játékban. Übergevél. Tartsd nyomva a jobb egergombot a fegyver teljes feltöltődéséig, majd nyom meg a balt. Aha. Ó. Ja, hogy ez, aha. Ez, ennek mindkét fajta energia kell. Tehát kell ugye dízelüzemanyag, 20 deciliter fér bele, és kell elektromos töltés is. Felszerelés. Igen, ez a maximum. Itt nem tudok viszont lőni vele. De egyébként ez is... fegyver... Á, nehéz fegyvernek számít, aha. Jó, tehát akkor nulla fejlesztő készlet... Ezek is fejleszthetőek, pedig elvileg ezek nem fejleszthetőek, ugye? Jó, ha jól tudom. Csak a sima fegyverek. Úgy emlékszem. Zó. Hát majd... Egy
kipróbáljuk mindenképp, feltétlenül ki fogjuk próbálni, de abban nem vagyok biztos, hogy nehéz fegyverek közül én ezt fogom megtartani. Mert nem emlékszem rá, hogy ez a fegyver nekem annyira bejött volna. Igen, most ugye itt azért ér sok elfél, hogy a játékos megtapasztalja, hogy milyen ez az übergevér. És mennyit használtál egy lövéssel? Ja, hogy ezzel 20 lövést tudunk leadni. De tudod mit? Ez az itteni BFG, én azt értem. Egy bajom van vele. Túlságosan, illetve kettő, túl lassú, iszonyatosan lassú. És egy kétfajta üzemanyag kell hozzá. Hoppá. Maradok a többinél. Nekem a többi jobban bejön, amihez csak egyfajta kell. Ó, várjál. Viszont lehet, hogy nagyon, ha ki kell menni, viszont messzire, jó, akkor vigyük el, lehet, hogy messzire ez mondjuk hatásosabb, az elképzelhető, ha mondjuk, jó, egyelőre megtartjuk. Igen, ilyen mondjuk ilyen hosszú folyosókhoz, itt tényleg nem rossz. Deja vu. Nem érdemes felkelni, mert ugye ezek miatt, a rudak miatt. Éjj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 
emlékeztem. Már el! Hát ilyen helyzetek, ez viszont nagyon-nagyon nem jó ez a fegyver.
Ennek van ilyen hangja. Hallo. Ó, ez fejes volt. Hallod? Mert még mindig sípol össze-vissza. Na most nézzünk körül. Ez az, legalább a páncél tele van. Ez a sípolás, vagy mi a tosz? Jézus! Jézus! Kicsit bosszantó ez a sípolás. Az úgy fejes volt. Visszakaptam egy kevéskelő szart. Művészi kép. Okay. Érdekes, hogy a játék most eléggé szűkmarkúan bánik a HP-val. Jézus! Ez csinálja ezt a hangot, ez a köcsögot benn? Kussolj már! Elviselhetetlen. Na, ez az. Hanglemez. Ok.
Karl und Carla. Tapferer kleiner Liebling. Ágyúja volt. Láthattátok, hogy kint, hogy miért nem szeretem azt a nehéz ágyút. Távolra semmit nem ér. Gewächshausen Biologie Labor. A növénytermesztés. Vril projekt! Ott a fegyverfejlesztés. Na látod? Mondtam, hogy a nehéz fegyvereket nem lehet fejleszteni, akkor jól emlékeztem. Jó. Nézek rá fel. Kampfpisztóla. Legyen a szögbelövő, hogy a... Növeljük az SMG-nek a sebzését. Lézerkraftwerk, szupertöltés. Kézigránát. Eldobott repeszgránát, felrobbanáskor, fémszilánkokat repiszét, nagy sebesség és darabokra szaggat mindent, ami az útjába kerül a hatósugarán belül. Dízel. Eldobott gázolajjal feltöltött gránát felrobbanáskor egy nagy tűzgömböt képez és lángra gyújt mindent a hatósugarán belül. Elektromágneses eldobott elektromágneses gránát felrobbanáskor egy nagy elektromos impulzus bocsát ki, és minden elektronikát leállít egy rövid időre a hatósugarán belül, mondjuk... sem tűnik rossznak, sőt mondjuk, hogyha... Ezt megvesszük. Igen. Elektromágneses gránát nagyon-nagyon jól jöhet, hogyha találkozunk ilyen nagy robotkutyával, vagy ilyen nagy lépegetővel. Oda dobok egy gránátot, pár másodpercig leállítja, és addig szétdarálom. És ha már a darálásnál tartunk... Nekem! Venus Café. Ha már a darálásnál tartunk. Nyitható. Napot kívánok! Hogy álltott egy helyben, mint a rakás szerencsétlenség. Nem tudta, hogy mi van. Nem tudom, mit kell csinálni. Ez egy kihallgató szoba volt? Aja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 j
Dankeschön. Ezekkel a nagy izékkel óvatosan, mert ezek hatalmasat robbannak ám. Oberkommando. Nya. Cak.
az a liftaknál is, de nagyon jól néz ki. Population. Shitload of assholes. You got my Odin codes, assholes. Halló! Na. Nem azzal fogunk elmenni ott? Nem vagyok benne biztos. Add csak ide! Oké. Itt van HP, olvasni való. Remélem elnézitek, hogy ebben a felvétel sessionben nem fogom elolvasni a dolgokat. Valahogy most nagyon nincs hozzá kedvem. Meg hát ugye, amint mondtam is, nagy része tömény propaganda. Azok úgysem nyithatóak, ugye? Aha. Halló! Halló! Mindjárt kifogyok! Kifogytam. Ujj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 
So. Kemény menet volt azért. Valahol erre kell lennie. Az egyik parancsnoknak. Ó, nézd csak! Hello! Tschüss! Welcome to the Overcom. Alright. Now I gotta somehow get to that main terminal and bring home the Odin codes for the Ausmerzer mission. Én már sejtem is, hogy merre van. Talán. És szerintem oda nem vihetem magammal, mert erre kell menni. Szó! Még van 46 deciliter benne, úgyhogy meg kell becsülni.
Még majdnem a fele megvan. Jabol. Szinte elhagyása? Jó. Szeretem meg az Odin kódokat. Igen, igen, azon vagyok. Csak. Na, visszaérkeztünk a Vénuszról, vissza az Éva kalapáccsal, de valami nincs rendben. Valami nagyon nincs rendben. Lehet, hogy ki kell pucolni. Bár arra nem emlékszem, hogy hú! Oké, ez érdekes anomália volt. Nem emlékszem, hogy kerültek ide ellenfelek, ha egyáltalán lesznek itt ellenfelek. Már tele nem emlékszem erre. Arra sem emlékeztem, hogy itt valami gáz lesz a Vénuszról való visszatérésnél, de úgy tűnik, hogy valami gáz van. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a következő részben. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és tartsam legközelebb. Ez a Vénusz nekem baromira tetszett. Szerintem a játék egyik nagy fénypontja. Meg az előtte lévő pálya. Na, szavaztok!